Lefogadom, hogy te se tudod, miről van szó, vagy ha mégis, akkor többnyire arra használod, hogy filmeket eredeti nyelven felirattal néz. Vagy nem? A teletext, vagy más néven képújság, egy 100-tól 899 oldalig tartó, információkat tartalmazó adathalmaz. Híreket, tévéműsort, műsorajánlót, tőzsdeinformációt, a budapesti repülőtér menetrendjét, később SMS-cset és filmfeliratozó. Na de miért is van és hogyan kell kezelni? Általában a tartalomjegyzék a 100. oldalon van, a szerkesztőség a 899-es oldalon, a tévéműsor meg általában a 300-as oldalon van. Amikor nem volt internet, akkor nagy dobásnak számított. Hogy miért? Mert azonnal elértük az aktuális információkat, egyetlen hátránya, hogy archívunként nem üzemel már, ami a híreket illeti. De ki találta ki és hogy működik? Ebben a videóban kiderül. Gyertek, hallgatózzunk, hogy mit üzen a képújság! A teletext egy televíziós szolgáltatás, amely híreket és egyéb szövegeket megjelenítésére használnak. Alkalmas televízió műsorok feliratozására is, többnyire a siketek és hallássérültek részére. Az első teletext szolgáltatást az angol BBC indította 1974-ben. Magyarországon a Magyar Televízió indította el útjára a szolgáltatást 1982. december 30-án. Története. A BBC által indított Key Facts nevű adása 1974-ben magáról az új szolgáltatásról szóló kisfilm felirataként jelent meg. A technológiát, amely szerint a televízió adását sugárzó jel, nem kívánatos felső sávját töltötte ki a digitális jel, ami egy gomnyomásra a képernyőn olvasható információt közölt a nézőkkel. Előtte ezt a szolgáltatást már 2 éve tesztelte az angol közszolgálati médium. Az első feliratokat még papírcsíkokra rögzítették, majd ezeket táplálták be egy memóriaegységbe, amit a tévénéző feliratként látott. A legelső rendszer 30 oldalas volt, amelyekhez oldalanként 4 aloldal tartozott. Egyetlen 24 soros szöveg 960 bájtot tartalmazó oldal memóriaegysége 50 fontba került az angol adófizetőknek. A teletext szó 1976-ban született meg, egy számítógépes magazin újságírója nevezte el így a szolgáltatást. Ha eddig tetszik a videó, dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, és a csengőt is nyomd meg, hogy értesüljél legújabb tartalmainkról. És most már adományozhatsz is nekünk a Patreon oldalon, vagy éppen a PayPalon keresztül, a mindkét linket megtalálod lent a leírásban. A szolgáltatást alapvetően analóg műsorszóráshoz tervezték, de továbbítása a digitális módon is lehetséges. Egyes országokban, például Nagy-Britániában, a népszerűsége csökkent, ezért a BBC 2009. szeptemberében megszüntette a szolgáltatást. Vannak viszont olyan országok is, amelyekben töretlen népszerűségnek örven. Mára viszont már elérhető az úgynevezett Super Teletext szolgáltatás, amelyet kifejezetten a digitális adásokra terveztek. Az Antenna Hungária is folytatott ilyen jellegű kísérleteket korábban, de erről nem találtam információt. Magyarországon a Teletext szolgáltatás. Kezdetektől napjainkig. A képújság 1982-ben rövid kísérleti időszak után kezdte meg a szolgáltatást a Magyar Távirati Iroda épületéből. Akkor még bonyolultnak számító technikai körülmények miatt kezdetben a mainál csak nem kétszer akkora létszámú szerkesztőség készítette és töltötte fel a híreket, televízióműsort közlő oldalakat, közszolgálati információkat, és bármilyen egyéb lottószámokat, vagy éppen utas információkat, hogy például mikor indul egy repülő Amsterdamban. A legnépszerűbb oldal mégis a 303-as oldal volt,
amin volt az esti televízió műsor. További kedvencek például így a hírek, időjárás jelentés, tőzsde, programajánló, lottónyerőszámok, hirdetések. Egy olvasó átlagosan 57 oldalt tölt be az elektronikus lapból. Ezt az elektronikus lapot nem úgy kell érteni, mint például az internetet, hogy beírom, hogy www.google.com, és már itt is van. A legtöbb oldal úgy néz ki, hogy beírod a 300-as oldalt, és meg kell várnod, míg a keresője meg nem találja a 300-as oldalt, amit úgy neveznek, hogy klikkidő. Ezt a klikkidőt, ha beírod a 300-at, meg kell várnod, mert különben nem jelenik meg az oldal. Azonban, ha jön a klik, azonnal betöltődik az oldal. Jelenleg a következő TV-csatornákon élhető el a szolgáltatás. Az M1, M2, M4, M5, Duna, Dunavörde. Általában ez az MTVA-nak a teltext adása van rajta 2011. szeptemberétől. Van az RTL Klubnak, a TV2-nek, az ATV-nek, az HBO-nak, a Minimax-nak, a Sport TV-nek, sőt, még annó a Viva TV-nek is volt. Felhívom a figyelmet, hogyha valaki kábel TV szolgáltatáson keresztül kapja ezeket a csatornákat, valószínű nem közvetítik a teltextet, csak az MTVA-ét, a TV2-ét és az RTL Klubét. Szóval, ha az ATV teltextét akarod megnézni, a Magyar Telekomnál nincs rá lehetőség, de a Vodafone-nál van. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, egy lájkot, ha úgy gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és a csengőt is nyomjátok meg, ha érdekel legújabb tartalmaink. Szeretném megköszönni Deák Lacinak, hogy segített ebben a videóban, és hogyha van kedvetek, csatlakozzatok Discord szerverünkhöz, és még adományozni is tudtok nekünk a Patreonon és a PayPalon keresztül is. További szép napot mindenkinek, sziasztok!